Bonyhádon a napokban kezdődött el a Fáy utca felújítása. A közel 500 méter hosszú útszakasz megsüllyedt, és a szegélyek is sérültek, illetve az aszfalt is jócskán előregedett, mondja a kivitelező. Helyenként kijavítjuk az elégtelen alépítményi hibákat, utána lemarjuk a teljes burkolatot, és kap 6 centi vastagságban 2 réteg aszfaltot. A fejlesztés 50 millió forintból valósul meg, ebből a belügyminisztérium pályázatán nyert 33 millió forintot az önkormányzat, a maradék 17 millió forintot pedig önerőből finanszírozza a város. A körzet képviselője azt mondja, nagy szükség van az útszakasz felújítására, hiszen a Fáy András az egyik legforgalmasabb utca. Itt ugye a Családias övezetet és a Bonyhád legsűrűbben lakott lakótelepi övezetét köti össze. Itt vannak Fáy lakótelepen ilyen intézmények, mint a Bonyhádi Általános Iskola, a Varázskapu, óvoda és bölcsöde, az úszoda, tehát rengeteg forgalmat bonyolít le ez az utca. Tömegközlekedés is van rajta, és ugye 70-ben tervezték, építették körülbelül ezt az utat. Azóta ráfér az, hogy megújítsuk végre. A tervek szerint a munkálatok 6 hetet vesznek igénybe.